Köszöntöm nézőinket, Önök Kaposmenti magazinunkat látják. Néhány héten belül lezárul a hazai takarékszövetkezetek összeolvadása, ezzel pedig az ország egyik legtőkeerősebb, 100%-ban magyar bankja jön majd létre. A Hungária Takarék már most is a régió egyik legmeghatározó pénzintézete. A fúzió várható előnyeiről most Dombóváron tájékoztatták a vállalkozókat. A Hungária Takarék óriási változás előtt áll. Az országban most még 11 külön pénzintézetként működő takarékszövetkezet ugyanis hamarosan egy nagy bankká olvad össze. Ezzel kapcsolatban tartottak vállalkozói reggeli Dombóváron. Bízunk benne, hogy ez a racionális döntés előnyökkel fog járni, hiszen a 12 takarékszövetkezetben egy nagy takarékszövetkezet lesz. A beszerzések piacán megítélésem szerint jobb árakat tudunk elérni, tehát a dologi költségeket mindenféleképpen tudjuk csökkenteni. Termékfejlesztésünk is hatékonyabb lesz, hiszen központi termékek fognak megjelenni, és nagyon remélem, hogy az az ügyfélkör, aki eddig minket választott, tovább is fog ragaszkodni hozzánk, hiszen a kollégák ugyanazok maradnak, fizikailag ugyanott fogunk maradni. A Takarékbank felállásával az ország egyik legtőkeerősebb pénzintézete jön létre, és jelentős fejlesztések várhatóak az elérhető szolgáltatások területén is. Ám a Hungária Takarékra jellemző ügyfélközpontú szemlélet a régi marad, mondta Gáspár Csaba, a Takarék ügyvezető igazgatója. Ez egy óriási kihívás mind a dolgozók, mind pedig a tagság számára. A dolgozók és az ügyfél kapcsolatát jellemezve azt gondolom a kihívás abban lesz leginkább tetten érhető, hogy megpróbáljuk megőrizni a takarékszövetkezetnek azt a bensőséges, közvetlen, kötődés sugárzó arculatát, ami igazából megkülönböztetett eddig bennünket, takarékszövetkezeteket a nagy nemzetközi bankhálózatoktól. A Hungária Takaréknál és a pénzintézet helyi fiókjainál dolgozó szakemberek már hónapok óta készülnek a magyar pénzszektort alapvetően felpezsdítő fúzióra. Az biztos, hogy itt például Dombóváron egy nagyon erős bázisa van a takarékszövetkezetnek, ebből kifolyólag a Takarékbanknak is Dombóváron egy nagyon erős bázisa megy tovább. Az itteni működésünk az mondhatom szinte változatlan körülmények között fog tovább menni, illetve ami változás lesz, az valószínű inkább pozitív lesz majdan a dombóvári közönséget illetően, hiszen olyan banki szolgáltatások jönnek majd még be, amelyek tervek szintjén már felvázolásra kerültek, amik most még Dombóváron nem érhetők el. Tehát ez a változás, én mindenképpen bízom benne, hogy pozitív és kiteljesítő hatású lesz a takarékszövetkezet, illetve a Takarékbank működését illetően. A vállalkozói reggelin Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Dombóvár országgyűlési képviselője is részt vett. Ő azt mondta, hogy a fúzió után a most 80 Tolna és Baranya megyei önkormányzat vagyonát kezelő Hungária Takarék még meghatározóbb erő lehet a helyi gazdaságban. A különböző projektek lebonyolításánál például mindig a vállalkozók és az önkormányzatok mögé áll, úgyhogy a bankra mi ezután is számítunk, és reméljük azt, hogy megerősödve kerül ki majd az átalakulásból. Süli János, a Paksi bővítésért felelős miniszter arról beszélt, hogy a beruházás kivitelezésekor, majd az üzemeltetés során is szükség lesz a dombovári vállalkozások termékeire és szolgáltatásaira. Az ehhez szükséges fejlesztéseknél pedig nekik lehet jó pénzintézeti partnerük a Hungária Takarék. Dombováron azért hagyományos szakmák is jelen vannak, fémipar, szerkezet építők, tehát azt gondolom, hogy ahogy haladunk előre, úgy egyre több lehetőség lesz. Ugye a felvonulás épületekből az első építése az június 20-án megkezdődött, és ott a kiírásokat majd folyamatosan végzi az orosz fél. Mindent egyébként egy-két kivételtől eltekintve a fővállalkozó versenyeztet meg. Ennek keretében szintén lehet számítani arra, hogy a 80 létesítmény közül azt a legelsőt is magyar felnyerte, hogy ebbe is akár dombovári szállítók is beszállhatnak, és csarnoképítés, festőüzem, betonkeverőüzem, belső úthálózat, vízevezetés, tehát számtalan lehetőség van ebbe a fővonulási épületek, csak amikor itt kialakul egy szerves együttműködés, akkor értelemszerű az mellény tud majd a nagy épület építésén jelenteni. Az országban működő takarékszövetkezetek egyesülése várhatóan idén október végére fejeződik be. Évtizedes hagyománya a bír Kurdon a diák tűzoltók versenye. Az évek alatt egyre több csapat vett részt a viadalon, jól látható a kezdeményezés sikere. Az idei viadalon az állomások parancsnokai közül többen ezen a versenyen ismerkedtek meg a tűzoltás alapfogásaival.
A lajhármászást a pedagógusok egyike másika is kipróbálta. Ez volt az egyik a 18 kihívást jelentő feladatból, melyet a megyében működő diáktűzoltóknak le kellett küzdenie. Kurdon nagy hagyományai vannak a gyerekek körében a tűzoltósdinak, legalább akkora, mint a tűzkakas viadalnak. Az idei már a 15. tűzkakas diáktűzoltó versenyünk. Egészen a múltjáról csak annyit, hogy a Tolna megyei tűzoltó szövetség a csapatunkat, a kurdi önkéntes tűzoltók gyerekeit körülbelül 20 évvel ezelőtt egy németországi versenyre küldte el, ahol egy diákolimpián vehettünk részt. Tulajdonképpen a verseny ötlete ott fogalmazódott meg. Ott láttuk azt, hogy a Németországban milyen nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a diák tűzoltókkal foglalkozzanak. Hát innen a verseny ötletei, a mögöttem látható játékok is ott láttuk, ott lefényképeztük őket, és utána magunk barkácsoltuk össze ezeket. A verseny résztvevői a megyében hirdettük meg, a megye 5.-től 8. osztályos diákjai között. A mi versenyünk abban különbözik a többi tűzoltó versenytől, hogy nem kizárólag szakmai, pontosan azért, hogy azok az iskolák, azok a diákok is részt vehessenek benne, akik nem tartoznak semmilyen tűzoltó vagy katasztrófavédelmi szervezethez, tehát nincsen gyakorlatuk a tűzoltó felszerelések kezelésében. Az idei már a 15. tűzkakas diák tűzoltó versenyünk. Egészen a múltjáról csak annyit, hogy a Tolna megyei tűzoltó szövetség a csapatunkat, a kurdi önkéntes tűzoltók gyerekeit körülbelül 20 évvel ezelőtt egy németországi versenyre küldte el, ahol egy diákolimpián vehettünk részt. Tulajdonképpen a verseny ötlete ott fogalmazódott meg. Ott láttuk azt, hogy a Németországban milyen nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a diák tűzoltókkal foglalkozzanak. Hát innen a verseny ötletei, a mögöttem látható játékok is ott láttuk, ott lefényképeztük őket, és utána magunk barkácsoltuk össze ezeket. A verseny résztvevői a megyében hirdettük meg, a megye 5.-től 8. osztályos diákjai között. A mi versenyünk abban különbözik a többi tűzoltó versenytől, hogy nem kizárólag szakmai, pontosan azért, hogy azok az iskolák, azok a diákok is részt vehessenek benne, akik nem tartoznak semmilyen tűzoltó vagy katasztrófavédelmi szervezethez, tehát nincsen gyakorlatuk a tűzoltó felszerelések kezelésében. A tűzkakas viadal úgy szerveződik, hogy minden évben a jelentkező csapatok száma szabja meg az állomások kialakításának rendszerét. Idén 18 csapat adta be jelentkezését a találkozóra. Vannak mozgásos feladatok, mindegyik valamilyen módon kapcsolódik azért a tűzoltósághoz, vagy tüzes feladatok. És vannak elméleti állomások is, ahol tehát nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyerekekben kifejlesszük az alapvető készséget arra, hogy tudják megvédeni magukat valamilyen bajban, vagy nehéz helyzetekben, és tudjanak másoknak, vagy egymásnak segíteni is ilyenkor. Egy olyan településen, ahol ilyen hagyományokat őriznek a tűzoltásban, mindez beépül a helyi iskola tanrendjébe és szemléletébe. Igazándiból az éves munkatervünkben szerepel, és tulajdonképpen ennek a napnak az iskolai célja az a pályaorientáció. Tulajdonképpen a támogató meg a védő szolgálatok mutatkoznak be. Tehát nekünk ez a célunk vele, hogy így egyfajta pályaorientációs nap. Meg hát játszunk. Amíg a polgármester úr is kollégánk volt, neki volt tűzoltó szakköre, most már az ideje miatt csak egy ilyen versenyfelkészítés van, tehát nekünk vannak tűzoltó versenyeink, ahova ők készítik fel a mi gyerekeinket, vagy hát közösen a miénket. Igen, mi nem
tudnánk a tűzoltók nélkül meglenni. A tűzkakas verseny 18 éve alatt folyamatosan nőtt a résztvevők száma. Van a viadalnak egy gerjesztő hatása, és ez kézzel fogható, mondta Müller János polgármester. Ma már a verseny szervezésében az állomásokon olyan tagok vannak, akik annak idején 10-15 évvel ezelőtt a versenyen vettek részt. El kell mondanom, hogy van olyan kollégánk is, aki azért nem szeretne Kurdról elköltözni, mert itt van a Tűzoltó Egyesület. Hogyha ez a dolog, tehát ez a szervezet, ez a csapat, ez ennyire jó lehet egy embernek, akkor úgy gondolom, hogy nagyon fontos ez, hogy tehát minden generációnak megmutassuk ezt, hogy hátha a falu megtartó erejét ez is segíti valamilyen módon. Családi napot tartottak szombaton a Fidesz Tolna megyei politikusai és szimpatizánsai Dombóváron a vásártéren. A kora délutántól késő estig tartó programokra több százan látogattak ki. A családi napon a gyerekeket ugrálóvár és kézműves programok várták, a felnőttek pedig főzőversenyen vehettek részt, és színpadi produkciókkal is készültek a szervezők. Kora délutántól várták a vendégeket a szervezők a Fidesz családi napjára a dombóvári vásártéren. A közös politikai táborhoz tartozók második alkalommal jöttek össze a Tolna megyei városban, hogy kötetlen formában töltsenek együtt néhány kellemes órát. Jön a kaposvári rockszínház, ezt követően egy helyi rockegyüttes, majd évek óta nagyon jó barátom Szabó Ádám következik, és azt gondolom, hogy nagyon egy elégtétes számomra, hiszen mindig terveztem, a dupla kávé zárja a mai napot. Tavalyi kezdeményezés folytatunk tovább. Szeptember utolsó szombatján Fidesz családi napot tart, tavaly a Gármin iskola sportpályáján volt, az idén azt gondoltuk, miután tavaly látszott, hogy ezt kinőttük, csapjunk át egy másik műfajba. Miután én 21 éve Csíkostetszősen vagyok polgármester, azt gondoltam, hogy van itt akkora tér és akkora egy, csináljunk 20-szer akkora falunapot, mint Ötös, hiszen 20-szer akkora Dombavár lakossága, és ezt a hangulatot szeretnék mindenki behozni, és azt gondolom, nem vagyok csalódott, látszik mögöttem, hogy már alakul, de még nem járunk a végén. A családi nap vége pedig még valóban messze volt. Miközben ugyanis 10 bográcsban főttek az ételek, és egymást váltották a színpadi produkciók, az időjárás is kifejezetten kedvezett a baráti politikát azért mégsem teljesen nélkülöző beszélgetéseknek. Azon túl, hogy baráti társaságok találkoznak itt, az is a jellemző ennek a találkozónak, hogy az egy politikai táborhoz tartozók tudnak kötetlenül beszélgetni egymással, egy napot eltölteni egymással. Nem csak dombováriak vannak itt, hanem a környező településekről is, illetve két település van, aki meghívott vendégként is van itt. Én örülök annak, hogy ilyen sokan eljöttek, kötetlenül érzik magukat, és nagyon remélem azt, hogy ez nem csak a kampánynak szól, mint ahogy már tavaly is volt hasonló hétvége, innentől kezdve minden évben hasonló időpontban meg tudjuk ezt rendezni. Szerintem nagyon fontos az, hogy lássuk azt, hogy kik vagyunk azok, akik hasonlóan gondolkozunk, akik hasonló célokat fogalmazunk meg, és jó érezni azt, hogy egyre többen vagyunk itt Dombováron is. Én szerintem az együvé tartozásnak a jelzése ez a mai napi esemény. Én régóta figyelem ugye a dombovári történéseket, és azt mondom, hogy ez a létszám, ami itt most látható, és ez a tömeg, ez erőt mutat. Bízunk benne, hogy a választásokig fokozni tudjuk a tempót, és hát majd meglátjuk, hogy mi lesz a végeredmény. Reményeink szerint ugye ez az oldal fog nyerni. A kormányzat és a helyi önkormányzatok közös munkájára jól rálátó Potápi Árpád János szerint Dombóvár jövője szempontjából fontos, hogy olyan polgármester vezesse a várost, aki hasonlóan gondolkodik, mint a kormányzat. Az elmúlt években Dombóvár egy másik fejlődési irányt vett, illetve vitt. Szerintem nagyon jó az, hogyha egy ország, egy megye és egy város hasonló irányban húz. Nem a széthúzás, nem a békétlenség, nem az egymás iránti gyűlölködés szítása jellemzi, hanem az összefogás. Én mindig is az összefogás pártján voltam, remélem, hogy ez fog győzedelmeskedni itt is. A Fidesz családi napján természetesen a párt régi szövetségeseként jegyzett KDNP helyi politikusai közül is többen részt vettek. A Kereszténydemokrata Néppárt paksi kampányát szervező, jelenleg Szárazdot vezető Orbán Attila például azt mondja, ahhoz, hogy az atomerőmű bővítésben minél hatékonyabban tudjanak bekapcsolódni a dombovári vállalkozások, elengedhetetlenül
lehetetlen, hogy a város vezetése és a kormányzó pártok között gördülékeny munka folyjon. Paks nem csak magát akarja fejleszteni, hanem az egész régiót. Ez nem is csak Tolna megyét, hanem a szomszédos megyéket is érinti, és ilyen szempontból Dombóvár is be kell kapcsolódjon egy nagyon dinamikus regionális fejlődésbe. És nekünk nem mindegy, hogy partnerre találunk, tényleg lesz olyan ember, olyan városvezetés, akivel együtt lehet dolgozni, vagy ez a kapcsolat nem épül ki, nem alakul ki, döcög a dolog. Tehát ilyen szempontból nagyon fontos lenne, hogy Dombóváron is egy olyan ember legyen városvezető, Szilárdot jól ismerjük, akivel hát mindenféle szál összeköt minket, és hát semmi akadálya nem lesz annak, hogy ebbe a fejlesztésbe, fejlődésbe bekapcsolódjon Dombóvár. A dombóvári családi napot, ahogy már korábban is elhangzott, a Dupla Kávé koncertje zárta. Könyvtári szakmai napot rendeztek Csikóstőtösön, a szakemberek egyetértenek abban, megváltozott a könyvtárak szerepe, és ma már nem csak egyszerűen kölcsönző helyek, sokkal inkább arra kell törekedni, hogy közösségi térként funkcionáljanak. Különösen igaz ez egy kis településen. A könyvtárak jelentik a kis településeken az egyetlen olyan közösségi teret, amelyek heti rendszerességgel nyitva vannak, és lehetőséget teremtenek arra, hogy az emberek hozzájussanak információkhoz, könyvekhez, tudáshoz. Emellett ezek a közösségi terek alkalmasak arra is, hogy helyet adjanak tanfolyamoknak, közösségi rendezvényeknek. A könyvtárak szerepe átalakult, és különösen igaz ez a kis településeken. Ma már sokkal inkább közösségi térként funkcionálnak, mint kizárólag a könyvek kölcsönző helyeként. Gyakorlatilag egy kicsit betöltik azt a szerepet, amit anno a művelődési házak töltöttek be. Most a művelődési házak újra szerveződnek, és lesznek közösségi terek, de úgy gondoljuk, hogy ezek a terek, amik már léteznek, most, mint könyvtári szolgáltató hely, a pontos elnevezésük könyvtári információs és közösségi hely. Ez már jelzi azt, hogy itt már nem csak egy hagyományos kölcsönkönyvtárról van szó, ahonnan könyveket kölcsönözhetnek az emberek, hanem szervezik tulajdonképpen a közösségi életet is a településen, illetve az internet lehetőségével a távmunkától kezdve a tanfolyamokon át a munkaügyi központokkal való kapcsolattartás, a kormányablak, ugye, ahon ügyeket lehet intézni az interneten, ez mind itt adott, és lehetőség van rá a könyvtárakban. Ahol hagyományosan jól működtek a kölcsönkönyvtárak, majd rátelepedtek a teleházak annak idején, aztán az e-Magyarország pontok. Ott nyilván jobban működik. Jobban működik ott, ahol a településnek lehetősége van arra, hogy főfoglalkozású könyvtáros tartson. Nem minden esetben a nagy települések, nagyobb településeken van, ahol az egész kicsin is van egy ilyen főfoglalkozású ember, aki nyilván a könyvtár mellett a falu közösségi életét is szervezi. Sajnos úgy mondhatnám, hogy olyan 60%-ban megbízási szerződésesek dolgoznak a könyvtárakban heti 10-15 órában. Nagyon sok volt a kulturális közfoglalkoztatott köztük, akik rendszeresen cserélődtek, hiszen ez a közfoglalkoztatási bér azért nem ad lehetőséget a megélhetésre, semminél több, de a megélhetéshez kevés. Illetve megbízási szerződése az önkormányzat részéről. Most itt nagyon nagy a fluktuáció. Tehát mire valaki belejönne, elmegy. Tehát itt nagyon nagy szükség van a szakmai segítségre, úgymond. Csikóstöttösön minden nemzedék számára célzottan vannak programjai a helyi könyvtárnak. A mi településünkön helyi alsó tagozatos iskola működik, és a gyermekek részére könyvtár használati ismereti órákat szoktunk szervezni.
Erre különböző előadókat is szoktunk hívni, megismertetjük a könyvtár rendszerével az iskolásokat, különböző könyveket ajánlunk, mesesarkunk van, különböző felolvasásokat tartunk, neki kedvenc meséket választhatnak, és ezek közül utána felolvassuk, és készítenek rajzokat, amik utána kihelyezzük itt a könyvtárban egy kis bemutatóval. Talán még a mai gyerekek számára, hogyha elővesszük a könyveket, hogy megfoghatják, lapozhatják a leporellós könyvek, hogy egy kicsit kinyithatják, természetközeli könyveink is vannak, és ezáltal talán a gyerekek egy kicsit jobban előveszik ezeket a könyveket. Azokat, akiknek a könyvtár a kölcsönző helyet jelentette, ma nagyon nehéz behozni, mondja Bíró Kelő Roxana. Folyamatosan figyelnünk kell arra, hogy éppen mik az aktuális új irodalmi témák, amikkel őket be tudjuk vonni. A könyvtárközi kölcsönzést tudják használni, és ezáltal, ha éppen jelenleg nálunk nincs egy könyv, akkor azt a felelhető többi könyvtárból megpróbáljuk idehozni. Nagyon sokszor beszélgetni jönnek be. Főleg az idősebb korosztály, a nyugdíjasok, akik bejönnek, elolvassák a folyóiratokat, mellette beszélgetnek, recepteket cserélnek, és ezáltal egy kicsit élettel telép talán a közösségi könyvtár, a községi könyvtár. Egy kis könyvolvasás, egy kis versolvasás, felolvasás egymásnak, de nyilván bővíteni kell. Egy kis településen a könyvtárnak kell, hogy más funkciója is legyen, más funkciót is betöltsön. Nyilván ide jönnek beszélgetni, jól érezni magukat. Hosszú évtizedekre, évszázadokra visszanyúló hagyomány Kocsolán a szüreti felvonulás. Ennek különlegessége, hogy színes kapuk alatt táncolnak végig a lakók a település főútján. A település polgármestere azt mondta, ugyan hosszú évekig nem volt ilyen rendezvény, az idei mégis összehozta a falu apraja nagyját. A szüreti felvonulásnak évtizedek óta inkább csak hagyományőrző szerep jut egy-egy kisebb település életében. Vannak olyanok, ahol évtizedek alatt folyamatosan tartottak ilyen ünnepeket, de vannak olyan települések is, ahol egy bizonyos idő után megszakadt ez a hagyomány. Kocsola is ezek közé a települések közé tartozik, de a lakók és a Német Nemzetiségi Önkormányzat összefogásának köszönhetően újra életre hívták a kocsolai szüreti felvonulást. Közhírét étetik, hogy Kocsolán szüreti mulatság veszi most kezdetét. Ami most elhangoztatik, az komolyan nem vétetik. Kocsolán nagyon régen hagyománya volt a szüreti felvonulásnak. Jó pár évet kihagytunk, és akkor a tavalyi év folyamán újból elkezdtük ezt a hagyományt tápolni, úgyhogy szeretnénk a jövőben ezt tovább folytatni. A település főutcáján színes lepedők voltak kötélre lógatva. Ez a hagyomány elég ritka Tolna megyében. Lajos Anikó szerint ennek is több évtizedre visszanyúló hagyománya van. A diszkapunak nevezik, és a helyi lakosok állítják fel ezeket a diszkapukat, és a kisbíró a diszkapuk alatt mond az adott házra vonatkozóan egy kis szöveget, és a diszkapu alatt a menet megáll és táncol egyet. Falu végén lakik az autók doktora, bár diplomáját még nem látta senki soha. Lehet, hogy csak szenvedélyből gyűjt autókat, hogy lecserélje rajtuk a kipufogókat. Ha elromlik az autót, hozd hozzá bizalommal, mert olyanból már van az udvarban egy nagy halommal. Előbb vagy utóbb elkészül az autót, megértheted, addig meg vegyél magadnak buszbérletet. A Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke azt mondja, a fiatalok egyre nehezebben működnek közre a hagyományőrző rendezvényeken, azonban Kocsolán ő ezt máshogy tapasztalja. Épp az ellenkezőinek tesznek tanúbizonyságot a fiatalabb generáció tagjai. Egyre jobban jönnek a fiatalok, és talán megint ismét hagyománya lesz ennek, hogy be tudjuk a fiatalokat vonni, és át tudjuk ezt a stafétabotot nekik adni. A szüreti felvonulásra kilátogatott a település polgármestere is, aki megerősítette, hogy lassan évszázados hagyománya van ennek az ünnepnek a falu életében. Ennek a hagyománynak az a jelentősége, hogy valamikor a középkor és az azt követő időszakban az őszi szüreteknek egy ilyen nagy ünnepélyes lezárása volt a szüreti felvonulás, és hát a legvégén pedig egy mulatság. Akkoriban úgy ment, hogy már kint szüret alatt is notázgattak az emberek, a szüretelők, aztán pedig folytatták este egy ilyen bálban. Voltak különböző szereplők,
ezeken a fesztiválokon, akik most is vannak, bíró, bíróné, jegyző, jegyzőné, tehát akiknek valamilyen szerepe van, a kisbíró, akinek a legnagyobb szerepe van a menetben, ilyen humoros rigmusokat mond az adott szakaszokról, az adott területre jellemző rigmusokat, ahol végigvonulunk. És hát igazán ez a, tényleg az őszi születnek egy ilyen ünnepélyes zárása volt. Ha jó volt a szület, akkor az ünnepeltek, ha meg gyenge, akkor gondolom szomorúságokban. Horváth Zoltán szerint egy település életében kevés nagy volumenű rendezvényt rendeznek meg, azonban a falunapok és a születi fesztiválok, mulatságok ezen események közé tartoznak. Ilyen kis település életében az a lényeg, hogy összehozza az embereket, ugyanis egyet megszervezni csak összefogással lehet, tehát hogyha a falu apraja nagyja, idősek, tehát a nyugdíjas klubok is besegítettek, a Német Nemzetiségi Önkormányzata a főszervező, most idén eddig a Kulturális Bizottság szokta szervezni, önkormányzat Kulturális Bizottság, de mivel most érkezett német testvértelepülésre egy 12 fős delegáció, ezért most a Német Nemzetiségi Önkormányzat magáról vállalta ennek az egésznek a főszervezését, nyilván besegítettünk nekik. Tehát itt ennek ez a lényege, hogy összejön az emberek, együtt vannak, és a dolgos hétköznapokat egy kicsit felváltja egy kis ünneplés. A polgármester szerint az újra szervezett születinap sikerét mutatja, hogy nem csak az idősebbek, hanem a kisebbek is nagy lelkesedéssel vesznek rajta részt. Kicsiktől kezdve, tehát óvodás, öltözőnk is van, iskolás, felnőtt, én magam már lassan 60 éves leszek, azt én is itt vagyok, idén engem is rábeszéltek, eddig én csak ilyen fotómester voltam ezekben a rendezvényekben, de most úgy látszik, hogy engem is rábeszéltek, hogy részt vegyek a menetben, tehát ez összefog itt a falu apraját, nagyját, tehát úgy nézem, hogy sikeres. És hát a delegáció, aki érkezett, az meg különösen kíváncsi, mert ilyet még nem nagyon láttak. Egyébként valamikor ez azért nem egészen így nézett ki, mint napjainkban, hiszen itt egy ilyen 30 évvel ezelőtt minden évben megszervezték ezt, aztán volt egy 25 éves tünet, és akkor ezt visszahoztuk, egy 7 évig minden évben megszerveztük, de úgy, ahogy ez tényleg régen volt, fogatok, 20-24 fogat vett részt a menetben, ezek között volt humoros ilyen cigány fogat is, meg ilyen humorosan felöltözött emberek is, meg mint farsankor, meg persze a népviselet. Itt a magyar népviselet szokott a jellemző lenni, de mivel svábok és cigányok is élnek a településen, ezért most őket is rábeszéltük, hogy mindenki a maga népviseletébe vonuljon fel. Ugye a németek a dindli ruhába, a magyarok a magyaros kocsolás népviseletbe, ebbe a hímzett bőszoknyás, bársony ruhás viseletbe. Kocsolán ugyan korábban fogatok is vonultak a születi fesztiválokon, mára ez a hagyomány már megkopott, és csak a bírói szekér maradt a felvonulók között. A polgármester szerint azonban a település így sem panaszkodhat egyedülálló szokásait illetően. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!